az legyen az ő bajuk, vagy a gondjuk. Tehát én tudom azt, hogy tetsüket. Hogyha én nem fogadok el egy alapvető dolgot, ami nyilvánvaló tény, akkor én viselkedhetek úgy, mintha az nem lenne. De a gyereknek iszonyú kemény szenzorai vannak. És ilyenkor elkezdhet azon filózni, hogy az apa nem is fogad el engemet teljesen. Igen. Ez biztos, hogy előbb-utóbb be fog következni. De az apa miért nem fogad el engem teljesen, amikor megvágom az ujjam, és folyik a vérem, és ugyanúgy folyik a vérem, mint az apáé? Tulajdonképpen... Hogy most bűntudat-e ez, ami van bennem, vagy önsajnálat? Vagy kisebb rendűségi érzés? Nem, hiszem. Most úgy gondolkozok, de... Hát kevesebbnek érzi magát, mint a többi apa. Nem. Nem. Abszolút nem így van. Ez nem így van. Abszolút nem, mert... talán lehet, hogy így volt. De az biztos, hogy pont azért tudunk beleölni annyi, nem megint a beleölni, azért fordítunk annyi energiát a gyerekeinkre, mint amennyit fordítunk, mert próbáljuk, ha most jön, akkor jóvá tenni. Látja. Igen. Mit akar jóvá tenni, amikor van két egészséges gyereke? Nem értem. Akik a korosztályuknak fejlődnek már. Most már igen. Lehetett volna azt is választani, hogy... Ez nem egy kisebb rendűségi érzés? De biztos, hogy abból táplálkozik. De akkor ön egy bizonytalan pasi? Nem. Persze most tudom, hogy a provokációra megy a dolog. Nem hiszem, hogy bizonytalan vagyok. Vagy legalábbis szerintem a környezetemre biztos, hogy nem ezt a hatást teszem. És én magam sem érzem bizonytalannak magamat. Vannak céljaim... De hát érzelmi szempontból nem teljesen felnőtt. De szerintem igen. Mert akkor vállalná a fiát olyannak, amilyen. Nem igaz. Hogy nem igaz? Nem igaz. Hát hogyha nekem nincs bűntudatom. Igen. Akkor, vagyis hogyha nekem van bűntudatom valami miatt, akkor vállalom a másikat olyannak, amilyen. Elfogadom őt olyannak, amilyen. Maximálisan. Mert hogyha elfogadom, akkor bennem béke van. Nincs elégedetlenség. Nincs semmilyen negatív rezgés. Álljon pillanat. Az embernek születik gyereke. Ha én őt most úgy elfogadom, ahogy van. Igen, akkor jó. Tehát meg se próbálom Isten igazándiból megváltoztatni. Magyarul nevelni. A nevelés az más dolog. Miért? Meg hozzátenni ezt a hallókészüléket, vagy kohleáris implantátumot, ez megint más dolog. Miért más? De azért más, mert én az elfogadásról beszélek. Én szerettem volna őt megtanítani beszélni. Az én anyanyelvemre. Megtanította, nem? Ezzel a készülékkel. És akkor ezzel csökkent értékű apa? Nem. Hát akkor meg... De most miről beszélek? Miről beszél? Tehát én úgy gondolom, hogy az én saját értékrendemet próbálom a gyerekeimbe átadni. Függetlenül most attól, hogy ők siketek, vagy nem siketek, vagy milyenek. De azt tudja, ennek nincs köze az elfogadáshoz. Azt tudja, hogy a saját félelmeit is megpróbálja beléjük nyomni. Minden bizonnyal. De hogyha nem fogadja el teljességgel a fiát, akkor ott van egy adott félelem. Komponens. Érti? Hát ez az, hogy nem. Tehát, hogyha bennem van egy bizonytalanság, egy bűntudat, mert valamit rosszul csináltam. Ha rosszul csináltam valamit, az feszültséget kelt bennem. Ha feszültséget kelt bennem, akkor elégedetlen is vagyok, hogy rosszul csinálom a dolgomat. Akkor azért vagyok elégedetlen, mert félek attól, hogy sorolhatok.
Én ezt nem merném ilyen messzire vinni ezt a dolgot. Az egész gondolatmenetet egy kicsit túlzónak érzem. Lehet, hogy igaz egyébként, és lehet, hogy egyszerűen csak betói vagyok ahhoz, hogy egy kicsit búvárkodjak saját magamban. Lehet, mert azért de, szoktam elég. Ezt így fogalmazza meg. Igen. Hogy lehet, hogy egy kicsit betói vagyok, hogy búvárkodjak önmagamban. Igen. Akkor tényleg miért betói? Nem vagyok betói. Na akkor kapásban mondjon nekem 3 olyan dolgot, amire nem büszke önmagában. Ha nem betói. Na várjunk, ez hogy függ össze, de mindegy, próbálok mondani 3 dolgot, ami... Amire nem büszke. Ami nem vagyok büszke magamban. Igen. Amivel emberből van. Hát nyilván vannak... És a gyerekében... Hát igen, egyszer például a Levit a nagyobbik fiamat jól elfenekeltem, pedig egyáltalán nem érdemeltem meg, és az saját gyengeségem volt. Ez nem is gyengeség, hanem ez egy tehetetlenségnek a beismerése. Nem mernék, vagy nem tudok Isten igazándiból mondani 3 dolgot, amire nem vagyok büszke magamban. Legyen. Próbáljunk. Hirtelen haragú, lusta. Hát tényleg, lusta egy kicsit vagyok. Látja. Akkor nézzük csak. Süke gyermekének a lustaság szempontjából hogy lehet olyan hiteles, hogyha ő is az lesz? Hát a nagyobbik ugyanolyan lusta, mint én is. Nem bánom. Én nem szoktam emiatt bántani, tehát hogy ő lusta. Ez nem bántás, amíg ez addig jó, amíg van egy csicska, aki a két pasi segét kinyalja. Hát olyan szempontból nem vagyok lusta, de tehát mondjuk, hogy maradjunk ennél a lustaság témánál. A lustaság az mindig az egoizmusból fakad. Ah, tényleg? Aha. Hát ez jó, hogy mondja. Nem tudtam. Nem én. Hát lefordítom magának a lustaságot. Igen. Akkor vagyok tunya, amikor megtehetem azt, hogy nekem legyen a legjobb, miközben nem érdekel, hogy kinek mit, hogyan ígértem meg. Egy a lényeg, én érezzem magam a legjobban. Hát amikor én jól érzem magam, akkor toljuk a nagyvilágra. Bizony. Igen, ez bennem van valóban. Köszönöm, doktor úr. Ez az egoizmus. Csak akkor, hogyha ezt nem oldja meg, akkor végig fogja nézni, mint a két kölykénél ugyanezt. Mert Pepitában le fogják utánozni a szülői mintát. Ez minden bizonnyal így van. De akkor a mássághoz való helyes vagy helytelen hozzáállást is. Érzés szintjén is. Ön büszke a más fiára. Igen, abszolút büszke vagyok rá. Akkor meg egy pár szót mondjon, legyen kedves, mivel büszke a fiára, és most már hál' Istennek, mert teljesen igaza van. Na fia ugyanolyan kölyök, mint akárki más. Van egy ilyen kis számítógép ketyere a fülében, ettől még épp úgy éres, sír, örül, mosolyog, rakoncátlankodik, mint akárki más. És valószínűleg, hogyha így folytatja, akkor boldog élete lesz. Ha megtanulja, hogy mi is az, hogy nem csak racionális, hanem érzelmi szempontból is felnőni. Mit kezdtek el hasonló helyzetben levő szülőkkel? Igen, hát az egész úgy kezdődött, hogy írunk egy internetes blogot, és ott elég sokan hozzászóltak, érintettek is, hogy jaj, de jó, hogy mi ezeket leírjuk, ezeket a dolgokat, mert ők is ugyanebben a cipőben járnak. És akkor telefonálgattunk elég sokat ezekkel a szülőkkel, próbáltunk nekik segíteni, egyszerűen csak azzal, hogy elmondtuk a saját történetünket. És ezt nagyon hálásan vette majdnem mindenki. Mi a blognak a címe? Siket a kisfiam. Siket a kisfiam. Uh-huh. Uh-huh. Még mielőtt rákérdez, hogy miért Siket a kisfiam? Nem. Jó. Elmondta. És mert hogy most már igazándiból nem Siket. Tehát csak annyit tennék hozzá, hogy most már nem úgy...